Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az ő szív üzenete mit szeretne közölni veled, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Az ő jelenlegi helyzetére itt ez a kártya utal. A kelyhek jelentik a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát ő nyitott érzelmekről beszélni, ez a kártya utal a múltra, utal az emlékekre. Itt szép emlékekről van szó, így gondol rád. Megvan ez a nosztalgia most nála. Azt is jelenti ez a kártya, hogy ő jelenleg nagyon érzékeny. Az ő gondolataira itt ez a királynő utal, és te vagy ez a királynő. Így néz fel rád, megvan a büszke tartásod, megvan a bátorságod, valami lelkesít téged, hiszen itt látható a tűz eleme. Ez jelenti a testi kapcsolatot is. Ez őt foglalkoztatja a gondolataiban, de ő ezt nem közli. Ő nagyon érzékeny, viszont nem beszél testi kapcsolatról, hanem elvárja azt, hogy te légy nyitott ebbe az irányba, hogy te közöld ezt vele. Ami az érzelmeit illeti, arra itt ez a kártya utal. Itt a levegő eleméről van szó, amikor beszélgetésekről van szó, tehát kellene az, hogy ő megbeszéljen veled bizonyos dolgokat, a terveit, hogyan tovább. Itt látható az is, hogy vannak még nehézségek, korlátozások, ami kihat szintén az érzelmeire, hiszen itt van külső befolyás. És ez a külső befolyás nem tetszik neki, mert ezáltal vannak a korlátozások. Kihat az ő érzelmeire. Ami téged illet, itt megvan ez a nosztalgia, ez a romantikus vonzalom, ami a munkáját illeti, itt még vannak kihívások. Amit közöl veled, az itt látható. Az érmék jelentik az anyagiakat, és utalnak a munkára, a hivatásra is. Itt van két lehetőség, vagy egy másodállás. Itt döntésekről van szó. És ezek a befolyások, mert valaki beleavatkozik az ő dolgaiba, az lehet a munkáját illetően. Ez a kép utal két lehetőségre is, hogy döntésekről van szó. Ami a párkapcsolatot illeti, a kettes szám, az utal rád és őre, ez stabil, itt megvannak az értékek, megbecsül téged, értékel téged, ami a munkát, a hivatást és a pénzügyi dolgokat illeti, itt valamit neki rendeznie kell. Mi az, amit ő közölni akar, de nem teszi meg, hogy nem beszél nyíltan a problémáiról. Nem beszél arról sem, hogy megvannak az érzelmek, de számára fontos a testi kapcsolat is, hanem arra várakozik, hogy te említsd meg ezeket a témákat. És hogy tekint rád, erre utal itt ez a kártya. Itt látható balról és jobbról ez a zárkózottság. Ami középen van, ez a kart, az jelenteni a kommunikációt, de nem mondott ki a véleményedet, nem mondott ki azt, amit szeretnél. Ő így lát most téged, hogy te titokzatos vagy, hogy te zárkózott vagy, nem akarod, vagy nem mered kimondani azt, amit szeretnél, de mégis megvan a nagy vonzalom kettőtök között,
hiszen itt látható ez a kehely, ami utal a te érzelmeidre, utal az ő érzelmeire, és pontosan ez, ami összeköt benneteket. Itt megvan ez a szép kapcsolat mély érzelmekkel, viszont bizonyos dolgokat még nem tudtok egymással megbeszélni, hiszen ő is szárkózott, te is szárkózott vagy, és ez nem a párkapcsolatra utal, hanem inkább utal az anyagiakra, a problémákra, a munkahelyi dolgokra. Itt nem titkokról van szó, hanem nincs meg ez a nyitottság jelenleg, hogy ezeket a dolgokat is megbeszéljétek egymással. Azon kívül ő most nagyon érzékeny, és visszahúzódó, vár arra, hogy nálad legyen meg ez a bátorság, te keresd a kapcsolatot, sőt, még azt is elvárja, hogy ezeket az intim témákat te említsd meg, hiszen ő nem meri ezt kimondani. Lehet, hogy fél attól, hogy te elutasítod őt. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.